Na, most, akkor tudjátok, hoztam. Na, tündikém. Blik.hu. Blika. Kristinának, Andráshoz. Szia. Na, érkeznek közben az emberek, de még várakozunk egy kicsit. Addig, amíg mindenki, ja, ez az unokám, persze, mindenki megosztja ezt a live-ot. Megosztásnál, és akkor linkmásolása közben technikai segítséget nyújtak a fiúknak. Igen. Akiket a képen láttok, ők a Swing a la Django, csak úgy halkan mondom. Addig, persze, mielőtt elkezdjük megosztani mindjárt a live-ot, és akkor el is kezdjük hamarosan. Margit is telefonál éppen, úgyhogy... Jó. Na, sikerül? Aha. Igen. Igen? Neked sikerült, Palinak nem. Nekem is. Palinak le van fagyva a Blik oldala. Pedig már 317-en várakoznak arra, hogy elkezdjük a live-ot. Mehetünk? Addig azért fordulok egyet ide a tévére, hogy igazából Vangó Margit házában vagyunk jelen pillanatban, és dalpremiért fogunk tartani a Swing a la Django-val közösen. Jó lenne 120 évig élni. Na, és akkor Margit is megérkezett. Vangó Margit, szia! Szia, drágám! Szia, drágám! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Áldás, békesség, Isten áldjon, mert minden érkezik, úgyhogy azt hiszem, hogy el is kezdhetjük a dalpremiért. Ti is megvagytok? Abszolút megvagyunk. Na, akkor én át is adnám a... Szerintem először beszélgessünk egy pár mondatot, mielőtt aztán lelőjük a poént itt a videóban. Kinek adhatom, melyik ötöknek a tör? Jó, akkor tartott te. Jó, oké, rendben van. Így tökéletes, csak hogy ne húzódjon ki, mert hogy nincsen operatőrünk most jelen pillanatban, úgyhogy megint sztár operatőröket láthatunk, illetve önök nem láthatják, de majd megmutatjuk őket, hiszen a Swing a la Django tartja jelen pillanatban nekem a telefont, és Margitnak sem állunk háttal. Szia, Pali! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Na, tehát, hogy itt egy kicsit elmagyarázzuk a Blik olvasóinak, illetve követőinek, illetve üdvözlünk mindenkit a Bliktől, akik most velünk tartanak ilyen szép számban. Azért vagyunk itt Margitnál, és nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtél az otthonodba, meg hogy meghívtál minket, és hogy itt lehetünk veled, mert egy különleges dalpremiérrel érkeztünk most, ezúttal nem nálam van, hanem csak néha úgy megállsz, hogy azt hiszem, hogy valami baj van, szóljál. Azért jöttem közel, mert azt írják, hogy Halk. Mi a? Nem, az semmi, azt nem kell csinálni semmit, Halk. Fel kellene hangosítani a telefont, én úgy gondolom, nem az enyémet, hanem akinél halk az adás, azt szerintem hangosítsa fel a telefont, hiszen mikrofonba beszélünk, és ez itt most nem lehet halk. Tehát egy nagyon különleges dalpremiérrel érkeztünk most, és ezúttal nem nálam van a dalpremiér, hanem személyesen nálad, azaz Vangó Margitnál. Nem hiszem, hogy Margitot bárkinek is be kellene mutatni, de hát Kossuth díjas, érdemes művész vagy, fonogramdíjas, érdemkereszttel, mindennel ki vagy tüntetve gyakorlatilag, tehát azért ez egy hatalmas dolog. Hát igen, ott azért sok minden látható ott a kitüntetésekből. A szekrénybe a Kossuth díj az ott van. Tulajdonképpen én nagyon hálás vagyok az országnak, nagyon hálás vagyok az embereknek, hogy ennyire szeretnek és tisztelnek, és az országnak pedig azért vagyok hálás, mert tudják értékelni a tehetséget, és valóban értékének megfelelően kezelik azokat a személyeket, mint például engem is. És hát nagyon-nagyon boldog vagyok, ugyanis ugye Hungarikum díjas is vagyok, és most indulnak a nagy, illetve már elindult a Hungarikum nagy koncertek is, ahol csak Hungarikumok lépnek fel. Na de hagyjuk ezt! Tudod, az az igazság, hogy én nem nagyon szeretek magamról beszélni szakmailag. Én mindig azt mondom, hogy ön dicsér egy gyalázat, hanem dicsérjen meg más. Hát én dicsérlek, meg egyébként az olvasóink is dicsérnek, folyamatosan nagyon kedves üzenetek érkeznek. Megnézhetjük a díjaidat azért, mert azért nagyon ritkán lehet. Megmutathatjuk a kamerának. Nézzük, Pali. Természetesen. Adok egy kis fényt is. Fú, fantasztikus, nézd. El tudsz közelíteni? Aha. Menjünk sorba. Margit néni, el tetszik mondani? Így hát, jobbról van. Igen.
életműdíj, nagy kereszt, aztán arany érdemrend, japán nagydíj, arany mikrofon. Ott is van, nézd, az a fonogramdíj, szerintem a fonogramdíj. Aztán ne felejtsük el itt az arany alatt sem, aki túszkál, az pedig a TV2-nél volt ugye a Halatortán című műsor, amit végignyertem. Így van. Hála Istennek, és akkor véletlenül csináltam is abban az időszakban 4 szakácskönyvet adtam ki. Így van, és nem csak szakácskönyv, hanem édességes könyv is van, tehát olyan igen. Szakácskönyved is van, amiben pontosan, ami csak sütemények igen, vannak, igen, tényleg? Tényleg, olyan jó receptek vannak benne, hogy és megvalósítható receptek, tehát tudod, teljesen. Igen, az azért, nagyon-nagyon sokan hívtak fel anno annak idején, ugye, amikor az megjelent. Egy pillanat, itt is csinálsz fényt, és akkor itt láthatjuk a Kossuth díjat. Azért ez nagyon nagy dolog. Hát én azt hiszem, hogy ez a csúcsok csúcsa egy művésznek. Az biztos. A Kossuth díj. És ebben a műfajban ugye én voltam az első, aki ezt megkapta. Ez mérhetetlen nagy elismerés tényleg. Így van, ez tényleg így van. Tehát az is nagyon nagy dolog, hogy én láthatok egy ilyen Kossuth díjat. De édes vagy. Na de ezért tenni is kell, tudod? Hát hogy nem. Ezért tenni kell, ezért adni kell, ezért bizonyítani kell. És tényleg a világon nincsen olyan magyar ember, aki ne tudná azt, hogy ki Bangó Margit. Tényleg sokszor olyan országokba léptem fel, Guatemalától, Izraeltől, Amerikától, orosz, hogy nem tudták sok helyen, hogy hol élek, és hogy mi az, hogy Magyarország. De és téged ismertek. Érdekes módon, igen. Ha nem, akkor megismertek. Akkor megismertek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy áldás Istentől. És hát ami még nagyon fontos az életemben, hogy nincs olyan nagy magyar művész, ugye, tehát attól kezdve, ugye 67-ben, amikor én vizsgáztam még az Országos Filharmóniánál, ugye akkor még a vizsga kötelező volt, nem úgy, mint most, hogy boldog-boldogtalan, igen. Nagyon komoly vizsgatétel volt, tehát én 67-ben vizsgáztam, és nagyon sok művésztől találkoztam, tehát olyan szerencsés voltam, hogy mindazokkal a nagy nevekkel, én kis kezdő énekes voltam, és ugye rögtön berobbantam a köztudatban, és olyan szerencsém volt, olyan menedzserekkel dolgoztam, hát akkor nem menedzsernek hívták. Akkor csak szervezőnek, műsorszervezőnek. Igen. Pontosan. És volt egy pár nagyon komoly szervező, és én olyan műsorokba vehettem részt, ahol minden műfaj részt vett. Opera, operett, paródia, színészek, Cserháti Zsuzsi, Máté Péter, Németh Marika, Feleki Kamil bácsi, Rátonyi Róbert, és sorolhatnám azokat a régi nagy neveket, akikkel felléphettem, és akiktől én nagyon sokat tanulhattam. Kitől tanultál a legtöbbet? Tehát, hogyha vissza kell gondolnod, akkor ki volt az, aki annyira a mentorod volt, hogy ő segített a legtöbbet a karriered kezdetén? Isten! Nagyon szép válasz, így van. Isten, nem volt, hogy ugye egy nagyon egyszerű kis vidéki vásáros neményi cigánylány felkerült Budapesten, 16 éves múltam, és hát volt, akik nem örültek annak, hogy berobbant egy ilyen fiatal, nehéz, fekete bombázó a faluról. De aztán ugye, amikor megismertek, tehát szakmailag elismertek, és aztán emberileg is megszerettek, mert ha nem szerettek, természetesen voltak ilyenek, akkor megszerettettem magamat. Tehát mindig az alázat bennem volt, és én soha nem voltam egy ilyen víz fölötti járó, hanem mindig inkább a szőnyeg alatt közlekedtem, és azt néztem, hogy a nagyművészeknek, nagy neveknek, hogy jaj, mit hozhatok, mit segíthetek, vizet vagy táskát. Szóval nagyon nagy szerencsém volt.
Hát aztán térjünk rá mostanra. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy bár elhallgatnám még ezt órákig egyébként, nagyon jó veled beszélgetni. Swing a Django, ugye? Hát itt vagytok, és köszönöm, hogy tartjátok a telefonomat. Hogyan jött ez az együttműködés? Ezt hogy találtatok ki? Ki találta ki? Mióta ismeritek Margitot? Az együttműködés az úgy jött, hogy én a Django előtt már egy évvel a Margit néninél gitároztam. 2015-16 körül, a Django-hoz 17-ben csatlakoztam, és akkor a Django-val volt egy nagyon nagy koncertünk a Margit szigeti szabadtérén. Igen, ott volt, ugye? Stock Hello Rosenberg, Robi Lakatos, és kellett még egy nagy sztár vendég, és akkor én a Palinak feldobtam, hogy nagyobb sztár vendéget szerintem nem tudnánk a Margit nénitől mondani. Úgyhogy én megkérdeztem őt, hogy elejönne velünk, az volt az első ilyen közös fellépésünk, és eljött, és akkor azóta dolgozgatunk együtt. Azóta. Hála jó Istennek, hogy együtt dolgozunk így a Django-val is. Hát igen, és a dal. Tehát a dal premier. Mikor jelent meg a dal? Hát ma reggel. Teljesen frissek vagyunk, olyan aktuálisak vagyunk, hogy el sem tudom mondani. Tehát meg is érkeztünk, berobbantunk ide a dal premierre Margithoz, amiben mindjárt bele is lesünk. Viszont mai tehetségek, illetve a mai fiatalok. Azért ez egy fantasztikus dolog, hogy egyrészt nagyon jól nézel ki, másrészt meg, hogy olyan fiatalos lendülettel veszed az akadályokat velük együtt, hogy ez elképesztő. Hát könnyű, elsősorban könnyű dolgom van, mert mindig olyan zenekarokkal dolgozhattam, mint a Swing a Django például most. Hogy nem kell nekünk napokig, hetekig próbálni. Bementünk a stúdióba, és ezt nagyon komolyan mondom. Hát a szöveget sem tudtam, a dallamot sem tudtam nagyon sok, több dalnak, ugye, amiket felvettünk, 4 dalt vettünk fel, és átnéztük, megnéztük, gyerünk, mehet a felvétel. És egyből ment. Egyből ment, természetes. De azért természetes, mert ilyen fantasztikus muzsikusok állnak a hátam mögött, mint például ugye a Pali, a Janóka, ugye a Norbika, és hát az egész banda, akik itt voltak a felvételen, egyen-egyenként, neveket ne nagyon kérdezz tőlem, mert a nevekkel vagyok bajban. Hála Istennek a szöveggel, azzal nem. És ilyen zenekarral a Hideg Kiráz most is. Szárnyalok. És szóval, ez adja neked az energiát, meg a lendületet. Ez pontosan, ez adja az erőt, a lendületet, és hogy ilyen zenészek, mint ők, tudod, tényleg, és hát ott van, ne feledkezzünk el a hegedűsről, aki ugye a Django-nak a szóló hegedűje, hegedűse, a Sárközi Lajoska, hát nekem csak Lajoska, mert kicsikorától ismerem. Ugye ezt az egész zenekar tulajdonképpen, ők rajtam nőttek fel, vagy én meg kísértem őket. Például a Janókát, a szólógitáros, ismerem olyan másfél-két éves korától. Igen, komolyan, mert hát volt egy kis családi kötődés annó, és akkor ugye a családban voltam. De amikor először felhívott, van egy érdekes sztori, ezt még lehet, hogy a Margit néni tudja, amikor először felhívott Margit néni, hogy mennék-e vele, akkor a hugom vette fel a telefont, és mondta Margit néni először, hogy haló, Bangó Margit vagyok, Janókával szeretnék beszélni. A hugom meg nem hitt el, azt válaszolta, én meg Beyoncé. Letett először, és úgy hívtam vissza, mert tudtam, hogy majd fog hívni. Összevesztetett? Hát nem, de mondtam, hogy mit csinálsz. De ő nem hitt el, hogy engem felhív a Margit néni. És akkor én gyorsan visszahívtam, hogy itt vagyok. Tudom, szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen zenészekkel dolgozhatom, és valóban ez a tehetséges zenekar, a Swing a Django, ez nekem is olyan, én is megfiatalodok tőlük, és az a 4 dal, amit most felvettük, én azt hiszem magáért beszél, és még a többi, ami lesz. Hát aztán ne feledkezzünk arról sem el, hogy a nagy koncertemen ők lesznek a zenekarom, ők lesznek az alapzene, a Swing a Django, kibővítve a Sportarénában, ami lesz február 12-én. Persze itt lesz a cigányzenekar, ötvözve van cigányzenekar, jazzisták, tánzenészek, szimfonikusok, úgyhogy nem véletlen az sem, hogy ők lesznek velem a nagy koncerten. Hát ez fantasztikus, ez hatalmas megtiszteltetés nagyon, nektek is. Nagyon örültünk, amikor a Palival ezt beszéltük, hogy ez hatalmas dolog számunkra, hogy egy ilyen nagy koncerten mi kísérhetjük a Margit nénit.
Igen, és akkor én most ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam a Brick olvasóinak, illetve követőinek, hogy hamarosan elkezdődik majd egy sorozatunk, ugyanis híres cigány prímásokhoz fogok minden héten ellátogatni, és őket fogjuk otthonukban meglátogatni, illetve bemutatni, hiszen nagyon fontosnak vélem azt egyébként, hogy ezt a kultúrát a mai világban is tartsuk, illetve hogy fejlesszük, hiszen a mai világban sajnos kihaló félben van a cigányzene, illetve a mulatózene, és nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben megismerjék azok az emberek is, akik például nem ennek a kultúrának a tagjai, úgyhogy mindenféleképpen ezt mi folytatjuk. Igen, tulajdonképpen ez a kultúra, a cigányzenei kultúra. A cigányzene, illetve beszéljek csak magamról akkor. Én mindig egy híd voltam a cigányság és a magyarság, illetve a magyarság, a világ magyarsága között. De nem mindegy, ugye, hogy ki az előadó. Hát nagyon. Nem mindegy, ki az előadó. Tehát nem igaz, hogy nem szeretik a cigányzenét, de igenis szeretik. Amikor ugye koncertről koncertre járunk, hát a fiúk ugye ennek a legnagyobb megmondhatói, hogy az ilyen kisgyerekek, amikor éneklik a nótámat végig, a nótákat, tényleg a 2 évestől a 100 évesekig, nem igaz, hogy nem szeretik, imádják. És csak ugye mi sem bizonyított... Kevés az új dal. Nem is, nem a dalokkal van gond, mert kifogyhatatlan. Hát csak Dankó Pista 5000 magyar nótát írt. Kifogyhatatlan a tár. Csak kicsit félre lett, kicsit nagyon félre lett tolva. De én hiszem azt, mert minden országnak megvan a maga népzenei kultúrája. És nekünk, a magyaroknak, nekünk a magyar nóta, a magyar népdal, az a kultúránk. Na most aztán, hála Istennek, hogy olyan világot élünk, hogy feldolgozhatjuk több stílusban, és megismertetjük, megszerettethetjük. Szélesebb körben is. Így van. Így van, úgyhogy ezt ragadja majd meg a Blik is, és ellátogatunk majd híres cigányprímásokhoz, aztán folytatjuk majd a sor. De most azt mondom, hogy szerintem már mindenki nagyon várja ezt az új dal. Igen. Hogy hallgassuk meg. Szerintem hallgassunk bele az új dalba. És meg is nézzük, mindjárt elkezdjük. Átveszem addig a telefonomat, mert most viszont neked a mikrofont adom oda, mert abban majd oda kellene menni a tévéhez, hogy lehessen rendesen hallani mindent. És el is kezdhetjük. Szalad az idő, nem fényezhető, az élet útján rész. Múlik az idő, tűnik az erő, kopik a sok alkatrész. Forog a terék, közeleg a fény, elbúcsúzni hajna rész. Bár valóra várnak a sok ember álma, amit ez a dal idéz. Jól lenne 120 évig élni, nem mint a gyertya gyorsan évni, 2080-at megérni, mely oly csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz bízunk benne, igazi mély is akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendő szív. Társaság. Ha ezt kutatnák, nem a
az atombombát, szebb lehetne a világ. Jó lenne, 120 évig élni, nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megírni, mely új csodákkal vár és egyszer így lesz bízzunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendő szív. Szombaton volt egy fellépésem, egy nagyon komoly fellépésem, múlt hét szombaton, és bedobtam ezt a dalt először. És hozzá kell tennem, ugye a szöveg arról szól, hogy bölcs professzorok, kutatók, stb. És valóban professzorok voltak csak. Csak professzorok, orvosok, agykutatók, és csak ilyen nagy emberek voltak. Végig tapsolták. Na mondom, ennél jobb helyen nem is tudtuk volna előadni ezt a dalt, úgyhogy én hiszem azt, hogy ennek nagyon nagy sikere lesz, mert olyan sok mondani valója van. Ugye a zeneszerző Nádas Gábor, drága Nádas Gábor, vele is szerencsém volt nagyon sokat még találkozni, és hát a fia ugye nagyon-nagyon jó barátom a Nádas Gyuri, tehát Nádas Gábor és Kalmár Tibor volt az elkövető a zenébe, Gabi írta a dalt, és a szöveget pedig a Tibor, úgyhogy én ha hallok valamilyen ilyen olyat, amit tudom, valahogy a Jóisten ad egy olyan érzést bennem, hogy na nekem ezt kell énekelni. Megfog valami, ha csak egy mondat fog meg, de általában az egész fogott meg ebben a dalban. És a többi dalt is, amit készítettünk a Swingala Django-val, azok is nagyon-nagyon különleges. Az egyik népdal feldol. Nem akarom ellőni a poénokat, de nagyon-nagyon jól érzem magam velük, és hiszem azt, ha Jóisten élteti, Jóisten kegyelméből, hogy én még nagyon sokat fogok ezzel a fiatal zenekarral együtt dolgozni, és felvételeket csinálni. Hozzá kell tennem, hogy nem igazán volt mostanság az utóbbi években kedvem. Hiába hívott ez, hiába hívott az, ilyen zenekar, olyan zenekar, ugye Janóka velem van állandóan, ő tudja, nem akartam. De valahogy ez a zenekar az, ami engem abszolút megfogott, tehát a mai zenét, a mai, amit ők csinálnak, ugye a Swingala Django, ez nekem egy akkora löketet adott, hogy velük örömmel dolgozom, és nem azt mondom, hogy hát ó, gyerekek, majd jövőre, vagy ekkorak, hanem igenis, nekiugrottunk, bármi van, nagyon-nagyon jó érzem magam velük, és remélem, hogy sokak örömére még nagyon sok felvételünk és fellépésünk lesz a Swingala Django-val. Hát legyen így, ezt szívből kívánom, és amíg tartottam én a saját telefonomat, addig láttam a kommenteket. Volt egy olyan, az nagyon tetszett, hogy Margit néni a nemzet kincse, és mindenki mondta, hogy Isten áldjon téged erőben, egészségben és boldogságban, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem most nálad, illetve, hogy megnézhettük a dalt frissen, ropogósan. Köszönöm szépen nektek is, fiúk, illetve mindenkinek, aki velünk tartott a Blikk oldalán. Köszönöm szépen még egyszer, további szép napot mindenkinek. Én is köszönöm nektek, én is köszönöm a Blikknek, és köszönöm mindenkinek, aki nézett minket, nézzetek továbbra is. Isten áldjon be. És hallgassátok a dalt. Úgy van. Így van.